Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, amelyben a lineáris, kétismeretlenes egyenletrendszer alkalmazásáról lesz szó. Aktuális feladatunk a következőképpen szól. Egy iskolában 1200 tanuló van, úgy, hogy a fiúk száma kétszer több, mint a lányoké. Hány fiú és hány lány van külön-külön? Figyeljük meg, hogy milyen elemek szerepelnek ebben a feladatban. Láthatjuk, hogy jelentkezik a fiúknak a száma, illetve a lányoknak a száma. Ezeket kell valamilyen formában jelölni. Hát én most jelölöm F-fel, tehát a fiúkat, és L-lel a lányokat. Természetesen, ha valaki A-val, B-vel, vagy X-el, Y-nal szeretné jelölni, úgyis megoldható. Olvassuk akkor újból a szövegét, és az alapján próbáljuk meg fölírni az egyenleteket. Tudjuk, hogy két egyenletre lesz szükségünk. Az első egyenletünk könnyen megy. Egy iskolában 1200 tanuló van, tehát a fiúknak és a lányoknak az összege 1200. Tehát fiúk plusz lányok egyenlő 1200. Viszont a következő összefüggés, fiúk száma kétszer több, mint a lányoké. Tehát a fiúk kétszer annyian vannak, mint a lányok. Ezt úgy írjuk föl, hogy a fiúk egyenlő kétszer a lányok. És láthatjuk, hogy ki is alakult az egyenletrendszer. Következő lépésben el kell döntenünk, hogy melyik módszerrel fogjuk megoldani. Mivel láthatjuk, hogy a fiúk már úgymond ki vannak fejezve, tehát láthatjuk, hogy fiúk egyenlő kétszer lányok, éppen ezért nagyon alkalmas lesz a helyettesítés módszere. Az első egyenletben, ahol a fiúk vannak, helyettesíteni fogjuk a második egyenletből azzal, hogy kétszer a lányok. Ha most elkezdem írni az első egyenletet, a fiúk helyett azt írom, hogy kétszer a lányok, plusz a lányok egyenlő 1200. Hát 2L plusz 1L az 3L. Hogy megszabaduljak ettől a 3-astól, az egyenlet bal és jobb oldalát elosztjuk 3-mal. Így akkor a lányok számát úgy kapjuk meg, hogy az 1200-at elosztjuk 3-mal, ami kereken 400. Íme megkaptuk tehát az egyik kérdésre a választ, hány lány található ebben az iskolában. Ha az egyik változó értékét kiszámoltuk, könnyűszerrel ki tudjuk most számolni a másik változójét, hiszen van egy ilyen összefüggésünk, hogy a fiúk egyenlő kétszer a lányok. Csak annyit kell tenni, hogy a 2-t megszorozni 400-zal, és megkaptuk, hogy a fiúk száma 800. Mivel szöveges feladatról van szó, tudjuk, hogy a végén mindig adunk egy szöveges választ is. Hát a válaszunk, válaszolva ugye a kérdésre, hány fiú és hány lány van külön-külön, mondhatjuk azt, hogy az iskolában 800 fiú és 400 lány van. Ami még hátra maradt, az az ellenőrzés. Nem lesz nehéz. Ellenőriznünk kell, hogy a megoldás halmaz, ami 800 és 400, tehát fiúk és lányok, megfelel-e az eredeti egyenleteknek. Fiúk plusz lányok egyenlő 1200. 800 plusz 400 egyenlő 1200, illetve a másik egyenletünk, hogy a fiúk kétszerese a lányoknak, vagyis hogy a 800 egyenlő a kétszer 400-zal. Hát láthatjuk, hogy mindkét egyenletben igaz állítást fogunk kapni, ami azt jelenti, hogy jól oldottuk meg az egyenletrendszerünket. Köszönöm a figyelmeteket!